A pecázás magányos sport, talán igazából meditáció. Férfiak ülnek egymás mellett órákon keresztül, és nem beszélnek. Vladicsi Hán környékén egy tó mellett tölti az időt, ha teheti, Bobán Márkovics is. Ilyenkor pihen, és csendben van. Annyira, hogy bár már régóta világhírű, aki Emir Kusturica filmjeihez zenélt Gorán Bregovicssal, ő a legjobb trombitás, német autóval jár, amerikai cigarettát szív, és aki vég nélkül mesélhetne történeteket nagyvárosokról, ahol járt, mafiózókról, akikkel jó barátságban van, és akik egyébként addig nem tűzik ki a lakodalom időpontját, amíg nem biztos, hogy Bobán ráér. Mesélhetne mindenféle furcsaságról, csak hát a tóparton nem illik hangoskodni, mert megzavarhatja a halakat. És akkor a pecás társak megharagszanak. Cule. Molim. Hallod? Jeste li ovaj... To je fegit tilo šorgasni. Ma nekim szabad. Mert mi filmet forgatunk. Tako se je odmora. Na látod? Így pihenek én. Ha jól megy a hal, akár egész nap kint maradok. Régen voltam már itt, mert sokat utazunk, dolgozunk. Ha azt mondom, hogy sokat, azt jelenti, hogy egy hónapos turnénk is vannak. És egy kis szabadidőm akad, mindjárt kijövök ide. Nema više meseca,
7 éves voltam, első osztályba jártam. Akkor kezdtem trombitálni. Már 15 évesen saját zenekarom volt. Már ekkor elkezdtem járni a gucsai fesztiválokra. Az első gucsai győzelem éve 1988. A legjobb trombitás voltam. És azóta még jó párszor elnyertem ezt a címet. Ezt a diplomát kaptam. Mesterlevél Gucsából, 1995-ből. To je bilo 95. Pa 2000-ben a legjobb zenekar voltunk. És remélem, ebben az évben is győzünk. Ha Isten is úgy akarja. Ez az ember az egyik legjobb autószerelő mester itt, ebben a városban. Az egész zenekar minden apróság miatt hozzájön. Ő a mi emberünk. Ő javítja a mi autóinkat. Mert ő a legjobb. Most jöttem haza nyári szabadságra Stuttgartból, de én Vladicsin Háni vagyok. És pénteken már megyek vissza. Most mondok nektek valamit. Tuzan Eminović a zenekarom volt tagja. Az egyik legjobb tenorista volt a bandában. Na, hogy vagy? Mit csinálsz? Semmi új? Minden a régi szerint? Na, szevasz, látjuk egymást. Na, hol a bánatban voltál? Merre jártál? Már fél órája várunk rád. Na, gyere be! Na, tessék, tessék, emberek, gyertek be!
Apám is zenész volt. Basszus trombitán játszott. Azt mondják, hogy én az igazából nagyapámra ütöttem, akit sajnos nem ismertem. Pavlinnak hívták. Az anyám apja volt. Úgy látszik, valamit tőle ragadhatott rá. Nagyon valószínű, hogy van valami benne. És úgy néz ki, a film örökölte a tehetségünket. Приватничер мой син и за мене декле. Ovo je mali već svira i Marko ima 12 godina i ja... Marko moš 12 eves. Iš mar muzikal. Iš ha isitek, ha nem... Ako mi verujete i ne... Jo, fora nem iš kell tanitani. Zato što je Marko talent. Iš tényleg jo hallása van. Stvarno me to... Iš alig hargo zám feladat. Nema zašto da uči Marko, sasvim dovoljno čuva. Ő egyes dolgokra sokkal jobban figyel. Ne, ja nemam puno. Így aztán én is sokat tanulok. Most viszont nem is prati neki stvari. A zenébe. On meni onda pomaže. S tím, že je malý, još nemáte. A bár ő még kicsi. És nincs elég nagy fizikuma. De az biztos, hogy ő is trombitás lesz. És még az is lehet, hogy ő lesz a zenekarom vezetője. Thank you.
Érdekes volt, hogy nagyon fiatalon nyertem Gucsában a fesztiválon. És fiatalon lettem a tromita mestere is. Ezek a sikerek nagyon sok munkát hoztak. Sok stúdióval, énekessel dolgozhattam együtt. Sok muzsikus is termettem meg a világból, és közben filmzenékkel is foglalkoztam. Goran Bregovic-kel és Emir Kusturicával egy belgrádi barátom születésnapján ismerkedtünk meg. Megcsináltuk az első filmet, az arizonai álmodozókat. Majd az Underground-nél muzsikáltunk. Ami a muzsikálást illeti, pénzért vagy pénz nélkül, bárhogyan is játszunk, szóval szeretek zenélni. Ez a véremben van. Az volna a legnagyobb büntetés, hogyha nem muzsikálhatnék többet. Elégedett vagyok a munkáinkkal. Eddig 6 albumunk jelent meg. Mélyek a nyomok mögöttem. És ez nem jelenti azt, hogy mi nem csinálunk 16-ot. Úgy gondolom, hogy a tromita mindig is élt. Élt a háború idején, nem a mostanira gondolok, hanem a második világháborúra, és mindig is élni fog.
Biztos vagyok benne, hogy a trombitának mindig is lesz munkája. Ha máshol nem, temetéseken muzsikálunk. Én sohasem mondtam ki, hogy ki a jobb vagy a rosszabb zenész. Fontos, hogy értékelt zenész legyél. És jó ember. Ha azt mondom jó ember, akkor nem azokra a muzsikusokra gondolok, akik felhordják az órukat. Most én Bobán vagyok a legjobb. Ez nem jelenti azt, hogy ne születhetne évek múlva valaki, aki jobb, mint én. Most én diktálom a kolót. Talán majd utána nem lesz valaki más. Két hét múlva újra háló, hogy pontosan hány órakor kezdődik, azt nézzék meg a műsorújságban. Viszontlátásra!